Mindig öröm a Hét Torony Fesztivált előkészíteni, aztán még nagyobb öröm végigutazni ezeket a helyszíneket. Tudjuk jól, hogy a Hét Torony Fesztivál a Makovec épületekhez szorosan kötődő, a Makovec életművet dicsérő kulturális koncert, illetve építészeti kiállítás sorozat, de hogy mindig van valami felütése a dolognak, tehát, és akkor ezt a felütést próbáljuk mi valamilyen szervezői trükkökkel elérni, vagy egy új helyszínt találunk, vagy olyan programot keresünk, amely biztos, hogy ott elvarázsolódik az adott helyszínen, és utána jó látni az események után mindig a közönséget, hogy valami olyan élményt kapott, vagy olyan útravalót, amely biztos, hogy aztán még kitart hetekig, hónapokig. Úgyhogy ezért jó nékünk is, mert nékünk is kitart az útravaló hetekig, hónapokig, tehát meg hiányoznak a helyszínek például, ahova nem jutunk el. Tehát sokáig most Lendva hiányzott, mert már nem voltunk egy-két éve, aztán idén biztos, hogy hiányozni fog Kolozsvár, a város, illetve a törökvágási református templom is, mert azt a belső csodálatosan meg tudtuk világítani például. Tehát az egy olyan vizuális élmény, ami szintén útravalót ad. Úgyhogy azért jó a Hét Torony Fesztivál még, mert most valamilyen szinten az emberi énekhangot találtuk meg, mint egy ilyen kifejező eszközt. Tehát ugye a zenekarokról beszélünk, általában mindenkinek az jut eszébe, hogy hoznak valami hangszert, gitárt, dobot, furuját, bármit, és megszólal a produkció, és egyre inkább arra jövünk rá, hogy az emberi hang, az emberi ének, az tökéletesen illik a Makovec terekhez, tehát az akusztikához, a fához, és végülis el lehet rajta gondolkodni, hogy valóban nem kell sok esetben hangszer, hanem a csodás hangképzéssel el lehet mondani, el lehet énekelni a világ dolgait, a világ fájdalmait, és szerencsénkre egyre több ilyen énekes produkció van, úgyhogy ez irányba tolódik valami furcsa módon a fesztivál, de hogy ennek örülnünk kell, mert tényleg olyan kórusok, olyan előadók, formációk jönnek, amelyek hitelesítik az egész fesztivált. Zalaszent László faluház az az új helyszínünk, amely most csatlakozott a fesztiválhoz. Ők egy népzenei produkció táncházat kértek, úgyhogy örömmel utaztatjuk majd az Erdőfű formációt ide. Illetve az is bebizonyosodott, hogy sok iskola van, ugye, amit Makovec Imre tervezett, és hogy ide is érdemes produkciót juttatni, mert a fiatalokat tudjuk így úgymond felvértezni, hogy milyen jó dolguk van, hogy Makovec iskolába járhatnak, és többek között, hogy a Csengerre jut el egy gyerekprodukció, illetve Neszmély, az az új helyszín, a református iskola, ahol még nem jártunk, úgyhogy kíváncsian várjuk ezeket a helyszíneket, eseményeket, mert ahogy mondottuk, nekünk szervezőknek is nagy élmény töltődni. Ha vidéki Makovec házat kell megemlíteni, akkor biztos, hogy nékem Kakasd jut eszembe, mert hogy a falu teljesen együtt él ezzel a helyszínnel, tehát hogy örömmel nyitogatják az ajtaját, könyvtár van bent, közösségi tér van bent, és hogy ők az a közösség, amelyek mindig meg tudták szervezni hibátlanul az eseményt, úgyhogy nem véletlenül nyitjuk ott az idei fesztivált, és két kiváló produkció, énekes produkció, a hazai Dalinda, énekes lányokból álló Dalinda, illetve az Iberik Rúz férfi kórus koncertjére kerül majd sor. Mondhatnánk azt is, hogy világklasszisok a Hét Torony Fesztiválon. Szigetvár is jó vizsgázott, tehát nagyon szép az ottani helyszín, illetve láttuk, hogy nagyon pici a város, úgymond, tehát hogy mindenki átranott a Pécs vonzás körzetében Szigetváron, de igenis van a helynek megtartó ereje, és talán ezek a produkciók, népzenei produkciók, amelyek oda jutottak, most egy táncos, Kispellovam táncegyüttesnek a frenetikus férfi tánc produkciója jut majd oda, tehát véletlenül ez is ott bevésődik a helyieknél. Csengeren is most eljutunk a templomba, egy templomi koncertre, ahol a Pro Musica leánykarnak a koncertjét hallgathatjuk, tehát Pro Musicáról az kell tudni, hogy soha nem kell őket hangosítani, mert ugye Szabó Dénes vezetésével folyamatosan olyan dinamikában tartják a teret, hogy rétek lenne hangosítani. Úgyhogy ez is egy kiváló zenei élmény lesz biztosan. Százhalombatta, ugye Budapest ez az egyik legközelebb olyan város, ahol Makovec
alkotott. A Szent István templom szintén uralja a teret, a főteret. Ugye itt a fényfestészetet, mint új művészeti ágat is be fogjuk vetni, tehát elvarázsolódik a kisváros, és két olyan gitárosnak a koncertjére kerül sor, amely már egy is élmény egymagában, de most kettőt kapnak majd a nézők. Vlatko Stefanovski, az ex-jugoszláv térségnek az egyik legkiemelkedőbb szólistája, gitárosa, alkotója, Makedóniából jön, tehát tudjuk jól, hogy Makedóniában iszonyú gazdag népzené hagyomány van, a 7-8-adok, a 9-10-edek, a 9-11-edek, nem tudom, hogy lehet tördelni még ezeket a ritmusokat. Tehát ő teljesen képbe van a népzenét illetően, és bárhová megy, mindenhol szuperlatívus kritikákat kap, úgyhogy ezért van ő itt, és Schneidberger Ferencet hagy ne kelljen ugye bemutatni, tehát két kiváló szólista, és a végén együtt is fognak játszani, valamit improvizálni fognak. Makó és Makovec, tehát eszméletlen az az egybefonódás, hogy ez a kisváros fejlődik tovább. Ugye a Makovec épületeket megvalósítva, tehát a fürdőt még befejezik, a könyvtár most nyílt meg, és a hagymaház is egy új szellemiséget kap ilyenkor, amikor úgymond megszálljuk. Két kiváló hegedű, Sárközi Lali, illetve Lajkó Félix hegedűs produkciója fogja szórakoztatni a nagy érdeműt, tehát ez is véletlenül felejthetetlen este lesz. Lendva, ugye Makovec Imre nagyon sokáig építette ezt a házat, úgyhogy ezért is volt fontos számára, hogy megépüljön, de itt is látszik, hogy Lendvát uralja ez a hangversenyterem. Egyrészt van benne egy nagyon jó kis kávézó, cukrászda, tehát mindenki ott találkozik a barátaival, és valamilyen szinten ugye a szlovén közönség nyitott a délszláv kultúra iránt, mert ugye szerves részei, tehát így juttatjuk el most a Vujicic együttest, amely ugye ünnepel a 45 éves a maga a zenekar, illetve Vujicic Tihamér 90 az apropója koncertnek, tehát biztos, hogy a tamburás hagyomány méltóképpen lesz bemutatva az ottani közönségnek, és azt is tudjuk, hogy az említett balkáni vonzásban belefér, hogy a Bosznia egyik legjobb zenekarát, a Mostar Szevdach Reuniont vigyük el, mint úgymond ajándékot a helyieknek, mert ez a Szevdach stílus, ez tulajdonképpen a boszniai blues, ha akarom, így is lefordíthatom, tehát hogy itt is szervesen fog együtt élni a két koncert, a Vujicic, illetve a Mostar Szevdach koncertje, tehát ez is egy kiváló zenei este lesz. Kossán régen jártunk, az ottani kit pici, állítólag már csak 5000 fős a magyar közösség, tehát a színházba két koncerttel jutunk el, a Novák Péter és az Etnafon, illetve a Gála koncert 20-án az a primás találkozó lesz. Úgyhogy jó megszállni ilyenkor ezeket a városokat, mert tényleg egyedi élményt nyújtanak mindenkinek. A Gála másik két állomás a Csíkszered, ahol mindig örömmel megyünk, mert Kozma atya mindent megtesz, hogy ott a városban ez egy egyedi esemény legyen, és a nagy Gála koncertünket pedig már második alkalommal a Hagyományok Házában tartjuk. Idén a Betes családot kértük föl, hogy ők emeljék az est hangulatát, és itt kerül majd átadásra a Makovec díj, illetve köszönjük, hogy Szarvas József elvállalta a fesztivál méltatását, bemutatását, az árszót ő fogja adni. Így szeretnénk a mester előtt tisztelegni, hogy egyre több helyszínen tudnánk akár a gálát fölépíteni. Ez most egy próba lesz, hogy ha két határon túl, illetve budapesti helyszínnel ez hogy fog együtt működni, akár körkapcsolással is, de biztos, hogy az jó dolog, ha minél többen, minél több helyszínen csatlakoznak ehhez, hogy Makovec Imrének a születésnapján emlékezünk az ő tereiben. A Héttorony Fesztivál az soha nem lesz mennyiségi kérdés, vagy mennyiségi fesztivál, amikor a fesztivál után egy nagy közlönyt adunk ki, hogy ennyien forgatták meg a pénztárcájukat, vagy ennyi. Tehát ez nem erről szól, ez a minőségről szól. Tehát minél többen csatlakoznak az igényes dolgokhoz, a minőséghez, annál jobban örülünk mi is. Mindent megteszünk, hogy minél többen jöjjenek el, tehát a helyi értelmiség, a helyi nyitott embereknek a fesztiválja ez igazából, akik gondolkodni mernek, vagy tudnak. Tehát ezt is nyugodtan utána írhatnánk, hogy a Gondolkodó Emberek Fesztiválja, Héttorony Fesztivál, tehát nem szórakoztatásra épül, ezt nyugodtan leszögezhetjük. Nincs ehhez mérhető utazó fesztivál ma Magyarországon, amely akár határon túl, vagy akár egy ilyen régiókat be tud
lakni, tehát iszonyú ezer kilométerek vannak a szervezés mögött, pláne a lebonyolításban, de ugye ezt vállaltuk, tehát Kárpát-medencéről beszél mindenki, hát mi most belakjuk a Kárpát-medencét ezzel a fesztivállal.